kenyér. Mi nem kopunk és nem csalunk, és erre semmit nem rakunk, iszok tőle a tenyerünk. Csúrók vagyunk a színpadon, nekünk látod a címlapon, mi két jó fej, komédiás. De nem vagyunk még patlogon, a nevünket is hallhatod, Delegi Péter, Heller, Tamás. A szófájok, szűz hártya, két repet, beton, adali, nyugdíjasnak nyugtató, kenyér rá plusz 20%. Ketté szakított az ország, vérlázító pimasság, kimondjuk most együtt végre, nálunk van az igazság. Nem vagyunk mi brókerek, és pénzt csináló drógerek, a Box Index nem kenyerünk. Mi nem lopunk és nem csalunk, és erre semmit nem rakunk, izzad tőle a tenyerünk. Csórók vagyunk a színpadon, nevünk látod a címlapon, két jó fej, komédiás. De nem vagyunk mi pattolók, a nevünket is hallhatod, Delegi Péter, Heller, Tamás, egy kis rep. Az olajfotrán nem csengetés, nem találtak semmit, a milliárdos olajosok nem is kaptak semmit. Tocsikolt a bíróság, és kiderült, hogy nulla, Denszkinek a pincéből kiesett a hulla. De egyszer az autópályán minden zsebre vágott, miniszterelnök papája dolomitot gyártott, becsésen a számlagyáros, ontotta a számlát, átvilágítási bíró feladta a társát. Nem vagyunk mi prózterek, és mit csináló trókerek, a boxindek. Köszönöm, hölgyeim, jó napokat kívánok, uraim! Sok-sok szeretettel köszöntöttük Önöket Belegyi Péter kollégámmal ezzel a kis dalunkkal, ami a Mikroszkóp Fantomia című kabaréban volt hallható. Ezt azért mondom, Mikroszkóp kabaréban, mert mi bárhol lépünk föl, akár országhatáron belül, vagy országhatáron kívül, egy kicsit mi mindig a anyaszínházunkat, a Mikroszkóp színpadot is képviseljük, tehát Önök elvárják tőlünk, hogy ma este aktuálisak legyünk. Netán politikailag legyünk aktuálisak. Én meg azt mondom, hogy nem kell mindig politizálni. Persze van, aki szereti a politikai humor, van, aki nem már elege van a politikából, van, aki a zenés műfajt akarja hallgatni, van, aki a prózán, van, aki a viccekre kíváncsi, van, aki a könyökén ki a sok vicc. Nem vagyunk egyformák, tessenek helyet foglalni. Még nem késtek, híradónál tartunk. Szóval van, aki... Hogy? Visszaforgatjuk, jó? Mi már is kezdem előről, persze. Szóval a lényeg az, hogy mi úgy állítottuk össze a műsort, mert mi már egy jó ideig vagyunk Péterre, meg leskelődtünk, és hogy kikkel találkozunk. Hát először is mi a szabadtérre öltöztünk, mert úgy gondoltuk, hogy még a napsugárban fogunk fellépni. Azt mondja, ide értünk, hát kérem, ez az időjárás fogadott bennünket, de hallottam, hogy már a villám ide csapott, nem is olyan régen, egy órával ezelőtt, pont ide a nagyfába. Mindegy, azért késtünk, hogy nehogy belénk csapjon, majd most mi kérem, belecsapunk itten a húrok pengetésébe. Szóval úgy értettük össze a műsort, hogy mindenkinek azért valamit hagyjunk át, és bízom benne, hogy nem lesz olyan Önök között, aki a műsor végén azt mondja, hogy nekem az én világom semmi nem tetszett. Nem volt még ilyen, de előfordul, mert higgyék el, van olyan ember, hogy bármit csinálom, az Istennek nem jó neki. A történet nem itt játszódik, hanem Amerikában. Elmondom, mindig el szoktam a műsor elején mondani. Egy pasas elment a fodrászhoz, hogy rövid hajat vágasson. Szóval, uram, egy rövid hajat kérnék, mert utazom Rómába, nyárban, nem akarom, hogy izzadjon a fejbőröm. Fodrász, uram, semmi akadályot, tessék parancsolni, már is vágom a haját. Azt mondja a fodrász, melyik repülőtársasággal tetszik utazni? Azt mondja a pasas, KLM. Na, rögtön a fodrász, uram, az nem jó. Hát nem jön, rengeteg ember lesz a turista osztályon. Rossz a kiszolgálás, a stewardessek oda sem figyelnek az utasra. Szóval mindegy, uram, én most már ezzel a céggel utazom. Azt is a Rómába, közben vágja a haját, hol tetszik megszállni? Azt a Marriott Hotel, fodrász. Jaj, uram, nem jó. Rengeteg ember lesz ott abban a szállodában, rossz a kiszolgálás, a pincének oda sem figyelnek a vendég. Mindegy, uram, én most már ott szállok meg. Azt és miért tetszik Rómába utazni? Szóval azért, mert a pápa audienciát tart, és mi is kimegyünk a térre, hogy végre egyszer lássuk a pápát személyesen, fodrász, jaj, uram, nem jó. Hát rengeteg ember lesz ott a téren. Nem tetszenek látni a pápát, mert egy hatalmas erkény tetején áll, iszonyatos tömeg van, el fogják sodorni, mindegy, uram, most már ez van.
eltelik két hónap, megint egy hajat vágatni a pasas, és a fodrász már kint várja a bejáratnál. Szóval, na uram, milyen volt az út? Most tessék figyelni, most jött a válasz, szellemes válasz. Szóval nézze, uram, olyan, ahogy maga mondta. Én ennyi ember életemben nem láttam, mint ezen a KLM repülőgépen, de nem ez a baj. Eladták a helyjegyünket. Mert azt mondta, a gép pilótája, ez az ő problémájuk, menjünk feljebb az első osztályra a repülőn, first class, uram, Rómáig, 5 stewardess, csak azt leste, mit akarunk enni, mit akarunk inni, kényelmes volt az út végig. Na és a szálloda, ahogy maga mondta, uram, ennyi ember életemben nem látta, mint ebben a Marriott Hotelben, de nem ez a baj. Kiadták a szobánkat. Mert azt mondta az igazgató, ez az ő problémájuk, foglaljuk el az elnöki lakosztályt, gondoljon bele, 3 fürdőszobás, hálószoba, 4 nappali, 5 pincét csak azt leste, mit akarunk enni, mit akarunk inni. Egyre idegesebb lett a fodrász. Azt mondja, na és a pápa, ahogy maga mondta, uram, ennyi ember ott a téren. A pápa egy erkélyt tette, alig lát, de egyszer csak odajött hozzánk egy egyenruhás gárdista, és azt mondta, hogy a pápa onnan az erkélyről, a tömegből kiválasztott 3 családot, akinek személyesen tart audiencián, és ebből a 3 családból az egyik az enyém volt. Valamennyiünket fogadott a pápa, valamennyiünket megáldott, nekem is a fejemre tett a kezén, és úgy szólt hozzám. Szóval igen. És mit mondott? Kivágta le ilyen hülyén a maga haját? Azt. Szóval ezt csak azért szoktam elmondani, hogy mi bízunk benne, hogy azért önök között nem lesz olyan, akinek semmi nem tetszik. Hát az az igazság, hogy én már elég sokat jártam ezen a környéken, és sokszor léptem fel. Ja igen, a Péterrel úgy beszéltünk meg, hogy ebben a műsorban ő inkább a prózát viszi, én meg inkább a zenét viszem. Na hát szóval azt akarom mondani, hogy nem először lépünk mi már fel a világotjentő deszkákon, meg hát errefelé. De hát a nézőtére mindig van, kérem olyan, akivel még személyesen nem találkoztunk. Tehát illik azt hiszem, egy kicsit közelebb is bemutatkozni. Így van? Így tartja az illem is, a bemutatkozó. Nem így, így tartja az illem. Erre van egy történet, amit egy házaspár utazott Debrecenbe, és akkor még nem ilyen intercikik voltak, hanem ezek a fülkés vagonok, és felszállnak egy ilyen vonatra, bemennek egy ilyen fülkébe, ahol már ült egy úr. Nem magyar, egy angol nemzetiségű úr. A vonat elindult, a nagysasszony meg már megszólalt, azt mondja, én éhes vagyok. Hát erre a férj megterített ott a kis asztalkánál, tudják, hogy a vonat irányra, hogy megy. Megterített, de azért odaszólt az angolnak is, azt mondja, bocsánat, uram, megkínálhatnám egy kis kolbásszal? Én az angol, no, no, thank you. Azt mondja, hát egy kis kisusti pálinkával, azt mondja, no, no, thank you. Azt mondja, erre a feleség, apa, látod, milyen buta vagy? Hát miért nem mutatsz be az úrnak? Hát biztos azért nem fogad el semmit. Szóval, jaj, bocsánat, uram, elfelejtettem a feleségem, ír az angol. No, no, thank you. Mert csak azért mondom, hogy én a bemutatkozást, egyébként beszélje le, ha már cseng a telefon. Nem minket kerestek Hollywoodból, nem? Nyugodtan beszélje le, nyugodtan. A fontos pláne. Szóval én a bemutatkozást ilyenkor mindig úgy szoktam elővezetni, hogy előveszem a családfámat, és azt kivítom át, hogy szintén? Na akkor, ha ezt ugyanúgy csinál, mint el, akkor most figyeljen, mert mielőtt félreértenék, hogy miről van szó. Nem tudom, önök ide megpróbáltak-e már papíron családfájukat visszavezetni, nem? Én megpróbáltam, borzasztó dolgok sültek ki. Ezzel szoktam kicsit bejáratni magam. Hát, ha jól ülnek, kövessenek. Önöknek egy vidám történetet, ilyen dolog senkivel, csak én velem történhetett. Fiatalon megnősültem, az ember mint tehetett, még 16 éves se voltam, már kislányom született. A nagyapám özvegyember feleséget keresett, azt mondta, hogy olyat veszel, akit nagyon szeretett. Öreg ember, nem bén ember, felemelte a fejét, s képzeljék, a nagyapám megérte a lányom kezét. A kérése meg se várták, hogy mi lesz a felelet, mert mire már észrevettem, lányom felesége lett. Így azt
aztán a kislányom lett, én nekem a nagyanyám, és mivel a férje lett, hát bejem lett a nagyapám, hogy ennek az űrsavarnak én se legyek adósa, bejemnek a nagyapámnak, én lettem az apósa, mamája lett az apámnak, mennyi lett az anyukám, de jó Isten, mi lesz még a családokból ezután, nagy csoda, hogy az embernek haja marad a fején, lányomnak ki nagyanyám lett, unokája lettem én, azt hittem, hogy ezzel most már véget is ér az eset, képzeljék a kislányomnak, egy kislánya született, s mafú, ami eddig voltam, s hogy mi lettem ezután, családvámon most nőtt ki csak a lomboság igazán, a leányom kis leánya, vagyis a kis unokám, egy tudtalan nagynéném is, mert az apja nagyapám, nővére lett az apámnak, sokkal nője az anyám, ha most nem bolondulok meg, akkor soha se talán, unokaöcs lettem, és én mindennek a tetején, lányom a déd unokája, lett a saját gyereke, papája a déd nagyapja, mamája a nagyanyám, nagynéni és sógornő lett a párnapos unokám, feleségem buskabor lett, és most néztem csak nagyot, képzeljék el emiatt, az asszony fakéknél hagyott, nőtlenettem ezért, hát az etikettet feldugom, megnősülök, itt veszek el egyelőre, nem tudom, lehet én is úgy teszek, vagy mit kaptam a nagyapám, megvárom, míg nagyjá lesz, és elveszem az unokám, illetve a nagynénémet, illetve a nagyanyám, anyósom lesz majd a lányom, apósom a nagyapám, családfámmal megkeverem, már előre nevetek, mi lesz majd, ha feleségem szintén szül egy gyereket, sógor leszek, koma leszek, öbácsi meg apuka, tét unokám, unokája, nem ismer rám anyuka, nagyapám a feje lánya, ja Istenem, szédülök, ha ez tovább így megy, akkor tévolydába kerülök, jaj, mi lett a családomból, az erőm is elhagyom, nem tudom már magamról se, fiú-e vagy lány vagyok, családfámmal megkeverni, ennél jobban nem tudom, nősülésig felfüggesztek, tovább nem is bajtatom. Aki nekem szóról szóra elmondja mindezeket, annak majd, ha találkozunk, egy üvegpesgőt fizetek. De lehetett érteni, ugye? Abszolút, jövetni lehetett. Hát ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hogy mi a színpadon, ha mondunk valamit, akik ott ülnek, ugye mindent megértsenek. Sőt, az egész életünkben elmondhatjuk, hogy mennyire fontos, hogy egyik embertárs megértse a másikát. De van egy történetem, hogy egy beszédhibás úr bemegy a patikába gyógyszert vásárolni. Éppen a főnök van a pult mögött, azt mondja, mit tetszik kérni, mire a beteg? Oni tenni gyilkát. Hűha! Bocsánat, egy kicsit, hogyha hangosabban mondtam rá, mert nem értettem tisztán nagy zaj van ott, aki mit tetszik kérni? Oni tenni gyilkát. Micsodát, Lenin képet? Azt mi nem állunk, uram. Ez patika, nagybetűvel ki is van írva, nem tudom, látta. Még egyszer, lassabban tessék mondani, és hangosabban, mit tetszik érni? Anistar, Anisleni kítyet. Azt a tessék várni, itt van a Gyuri gyerek. Ő mosogat, úgy beszél, mint maga, mindjárt szólok neki. Lemegy az alaksorra. Gyuri, gyere föl, van itt egy páciens. Nem értem, mit kér, mert úgy beszél, mint te. Igen, azt mondja, Anisleni kítyet. Hozom, kiszad a raktárba, egy percen belül visszajön, odaadja, beteg elmeg. A főnök megint néz után, azt mondja, Gyuri, mi az Isten kérdez? Mire Gyuri? Anisleni kítyet. Egy csak ilyen tesztelés, persze. Szóval, hölgyeim és uraim, hát ha már bemutatkoztam, akkor még azért hagyj büszkélkedjem azzal, hogy az elmúlt 40 évben ugye sok-sok dalt írtam kollégáknak, színészeknek, színésznőknek, meg énekeseknek. Arra már nem is beszél, hogy a Mikroszkóp színpad utóbbi 30 kabaréjához is jó magam szereztem a zenét. Tehát arra gondoltam, hogyha
ő akar prózázni, Peti barátom akar, ugye én énekelek, akkor egy-két dalt az ilyen mikroszkópos dalokban is hagyd mutassam be önöknek. Hát rögtön egy olyan dallal folytatnám, ugye az első volt a mikroszkóp fantomiából, de most egy olyan dal, ami a drága Körmendi János kabaréjához íródott még a 90-es évek elején. Drága Jani bácsi, már nincs köztünk, soha nem felejtem el, próbáltuk a műsort, bejött hozzám, azt mondta, Tomi, itt már 20 perce fog menni a próza, ide kellene egy jó hangulatos dal, de egy olyan, ami olyan jó mulatos, meg hát rólunk színészekről szól. Mondom, jó, írok egyet, mondom, úgyis azt szokták kérdezni az újságírók, hogy amikor vége a színházi eladást, mi rendes férjek, igyekszünk ki haza a család melegéhez, mármint a családhoz előadás után. Hát kérem, nem, mi is átmegyünk még a szemközti kocsmába előadás után, ott még mindenki megissza magáit, van, aki még a másét is. Szóval hazaérünk, akkor minket ugyanúgy az asszony furkósbottal vár, mint bármilyen férfi társával. Na ez ott az ötletet, hogy írjak egy ilyen dal, hát akkor most mulassanak velem, mert a dal címe is csak annyi, hogy kocsmadal. Húztanak is alapot. Ez az. A munkaidő, mert ez a fő, pontosan 10-kor lejár. De fejemen a kucsma, szembe meg egy kocsma, ahol minden ma verreján vár. Én nem vagyok rest, mert nem vagyok rest, egyszerűen felhajtó. Ettől boldog leszek, de tudom, hogy mit teszek, egy óra múlva ez dalom. Úgy érzem én, itt boldog vagyok, és nem szólnak rám. Két fél vegyes, utána hazamegyek. Otthon már a nejem, balhézik majd velem, neki esik fejemnek. Az jön ő, a fejemre nő, hát jó, kitolok magammal. Ha kiabál majd velem, az iránt ide veszem, azt visszajövök azonnal. Mert úgy érzem én, itt boldog vagyok, és nem szólnak rám. Jaj, anyám, bajba vagyok, hol lakhatok, mutatják az útot a fák. Nem találom a lukat, a kutya pedig ugat, sem legyen, mert meghallják. Ó, az a szesz, na most mi lesz, nejem az ajtóban áll, s így szól, részeg tisztaja, akkor gyere vissza ma, ha teljesen kihúzanottál, ezt vártam, úgy érzem én, jövök. Szólnak rám, ha úgy ordítok, a bor és a sör, ebben mint két jó barát, úgy hozzám nőtt az angyalát, mindenki az én vendégem, wap, sap, sap, dap, wap, van imadom, sabadobok, wap, ilyen fog bábra megmenem, mondani az asszonynak, hogy sabadj, meg nyugdabak, bocsánat, uram, megmondom el, hány búk van a fejemen? Három? Köszönöm, akkor még négy lámpa osztok, azt megint otthon vagyok. Ezt azt hiszem, annak idén izgazgatónk volt ugye a Sas Józsi, már nem ő, de hát ő elmondta a szilveszteri műsorban, és csak azért hozom föl, mert én meg már tudom a folytatását a történetnek. Valahogy így volt a történet, hogy egy hölgy berohant a patikámba, és azt mondta a patikusnak, hogy azonnal adjon nekem egy olyan mérget, amivel meg tudom ölni a férjemet. Szóval ne arra ugyan azt mondja, hogy magának ilyet nem adhatok. Azonnal adjon egy olyan mérget, amivel meg tudom ölni, értse meg asszonyom, én ilyet magának nem adhatok. Szóval nem, benül a retikülbe, kivesz egy fényképet. Szóval látja ezt a mesztelen férfit a képen? Szóval látom, ez az én férjem. És mellett azt a mesztelen nőt? Szóval látom, ez a maga felesége. Elvette a képet, megnézi, azt mondja, asszonyom, hát azt nem mondta, hogy recept is van.
Na most egy tudom a folytatását a történetnek, mert a hölgy azt mondja, tudja mit, Patikus úr, van egy jobb ötletem. Bosszoljuk meg őket. Hát csinos volt a nő, Patikus sem volt az. Azt mondja, tudja mit, azt mondja, bosszoljuk meg, jó, meg bosszuljak. Akkor végeznek, azt mondja, hogy ez jó volt, Patikus úr, bosszuljunk már meg még egyszer. Még jobban megbosszulják. A hölgy nagyon fel volt onnan, azt mondja, Patikus úr, bosszuljunk már meg még egyszer, mire a Patikus, én már nem haragszom. Most pedig, ha már politikát is említettem volt önöknek, akkor hagyd mondjam el, hogy nekem mi a véleményem a politikáról. Ezt nem prózában szeretném, hanem egy vadonatúj dallal átnyújtani önöknek. Remélem nem fogom elszúrni a szövegét, igyekszem. Ennek a dalnak a szövegét Trunkó Barnabással írtuk, hát a zenét jól magam követtem el. És ez a véleményem azt hiszem a politikáról is talán nem vagyok egyedül. Na, jaj, az élet oly nehéz, mert akitől függünk, mind magasról jó lemész. De én a naív, ki mindig színes álmot kergetek, a politikától esküszöm, hogy nagyon szenvedek. Készítek vagyok, ha nem tagadom, ha árakat nézem, s látom. Megemelnek mindent, amit lehet, mert emelni kell minden áron. De most már elég, hagyjanak, nehogy sérvet kapjanak. Inkább rám figyeljenek, hisz elmondtam már, jaj, de hányszor, ha kell még százszor. Arra kérem parlamentnek plénumát. Nem őszik a felesleges sok dumát. A törvényből mindenki vegye ki a részét, a szondát fújják, s ne az állam pénzét. Nem vagyok vak, s főleg nem vagyok süket, emeltek meg én a már a fizetésüket. Házak épül rózsatombon, s nem kell hozzá jós, de vallásnál nem az övé, a tulaj az anyós. Kész ide vagyok, nem tagadom, a közel a választás napja. Ígérnek fűt, fát, szép lehetek, csak szavazatom megkapjak. Mit ígértek, azt nézheted, ha nyernek, úgy felejtenek. Így hát rám figyeljenek, mert elmondtam már, jaj, de hányszor, ha kell még százszor. Jaj, a szívem, jaj, de fáj. Azt látom, sokat dumak se jár a száj. Pedig jó lenne végre valamire vinni, de én nem tudok már senkinek sem hinni. Jaj, az élet, jaj, az élet oly nehéz, mert akitől függünk, mind magasról jó lemész. De én nem tűröm nekik, hogy elrontsák a kedvemet. Hát tehetnek egy szívességet, hogy mit a sejtheted. Hey! La, 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 la. Nem hagyom, s ki megpróbálja jó magasról, én leszavazom. A gyerek nem tanul az iskolában, szerencsére. Ha a tanárok ezt el is ismerik, mászik.
A gyerekek fölveszik az egyetemre, aztán egy, ha el is végzi, más, elvégzi, keres magának egy jól fizető állást, talál, a szerencse, ha meg is kapja a fizetését, az már mászni. Megkapja, vesz magának egy szép lakást, a szerencse, ha nem tör meg le hozzá mászni, a gyerek megnő, szerelmes lesz az. Na? Szerencse, így van, ha nő nem megy hozzá, az a mászni. Ötösen lesz a lottó, az szerencse. A rokonok nem kunyarálják el az utolsó félérig mászni. Nem kunyarálják el, lesz magának egy jó kis sportkocsit, a szerencse. Ha nem lopják el tőle mászni, nem lopják el. Pesten furikázik el az a jó kis sportkocsival, a szerencse. Ha van hol leparkolni, az mászni. Magas nyugdíjra számíthat az szerencse. Ha meg is éli a nyugdíjkorhatárt, az mászni. Él 100 évig, a szerencse. Ha egészségesen, az mászni. Nagyon fontos, magyarnak született az szerencse, de ha Amerikában él. Én nem mondtam semmit. Hogy én a műsoromat befejeztem és elhagyom a színpadot, az mi van? Ha? Hát most mondhatták volna azt, hogy de tragédia, na jó, legyen szerencse. De mielőtt elmegyek és énekelek, de bejön mellém énekelni a Beregi Peti kollégám, az, dehogy is így van megbeszélve. Onnan is inkább, mert a mikroszkóp fantomjából az egyik legnagyobb sláget szeretném még elénekelni, talán ismerősen fog csengeni, mert nagyon sokszor ment a tévébe. Mi ma mulatunk! És azt mondta, doktor úr, könyörgöm, segítsen rajta, mert több mint két éve minden éjjel azt álmodom, hogy el kell tolnom egy vonatot Pestről Nyíregyházáig. Na már nem bírom erővel. Na figyeljen ide, felírok magának egy gyógyszert, vegyen be belőle háromszor két szemet. Próbálja azt álmodni, hogy csak Szolnokig kell eltolni a vonatot. Majd onnél én tovább tolom. Másnap beállított egy képvékonyabb ember, azt mondta, doktor úr, segítsen már rajtam, az Isten áldja meg, több mint másfél éve szörnyű álmok gyötörnek. Minden éjjel azt álmodom, hogy négy gyönyörű nőt ki kell elégítenem, már nem bírom erővel, nézel rá.
magának is felírom a gyógyszert, vegyem belőle háromszor kétszeret, próbálja azt állandni, hogy csak három nőt kell kielégíteni, egyet átveszek. A doktor úr, könyörgöm, vegyen át még egy nő, de nem teheted. Ha nekem még el kell tolnom a vonatot Szolnokról nyilván. Egyébként őszintén nagyon nagy öröm és megtiszteltet, és komolyan mondom, hogy itt lehetek ma önöknél, és hogy az eső meg a vihar bezavart minket ide ebbe a teremben, ez sem baj, mert még közelebb vannak hozzám. És megmondom, az jutott az eszembe, volt a Nemzeti Színházban egy nagyszerű karakter színész, úgy hívták, hogy Maklári János. Nem téveztem össze Zoltánnal, ők testvérek voltak. Ez a Jani bácsi ilyen hallgatok, szófugar ember hírébe állt, de egyszer nagyon kiborult, nem tudom milyen sírelem érhette. Üvöltött, mint a sakál, és azt mondta, hogy az is hülye, aki színésznek adja a fejét. Kérem, ez nem foglalkozás. Az ember bemegy a színházba, már a portán meg a lázzán. Fölmegy a színpadra, a rendező beletörli a mocskos bakancsát, ez egy pokol, de még mindig jobb, mint otthon. Örülök, hogy itt legyen. Képzelek, hogy mi van otthon. De ha már megemlítettem a Maklári Jánost, az Oli bácsival se feledkezhetem meg. Fontos az egészség. 76 éves korában megoperálták prostatával. Ki volt ilyen vizsgálatok? Nőt már nehogy felrakják a kezüket. Ja, látom ott a pirosinges. De én is voltam. Voltam bizony. Sportkórházban, pedig jó haverom az urológus főorvos, mondtam neki mindjárt, hogy beléptem a helységbe, mondom, Józsikám, óvatos legyél, mert nagyon rosszakat hallottam erről a vizsgálatról. Szóval semmi baj, fordulj meg, a szemem majd kiugrod. Mondtam neki, Józsikám, ez baromi kellemetlen volt. Szóval Péter, én ma kellemes lenne egymásnak csinálni. Na szóval 76 éves Maklári Zoli bácsit megoperálták prostatával, másnap bement vizitre a professzor, rögtön megkérdezte tőle, hogy professzor úr, hogy sikerült a műtét? Szóval művész úr, semmi probléma, ez egy rutin műtét volt, úgyhogy jövő héten már haza is mehet. Igen, igen, de hogy kérdezzem finoman, szóval milyen lesz majd nekem ezután a szexuális életem? Szóval nyugodjon meg művész úr, olyan, mint eddig. Olyan, mint eddig. Akkor nem sikerült a műtét. Szóval fontos az egészség és fontos a humor, és most ránéztem erre a sok aranyos, kedves gyerekre itt a helységben, és az jutott az eszembe, hogy a humor már a gyerekkorban kezdődik. Megszólalt a telefon, fölvette a 7 éves Pistike, bele suttogott, te hálló, tessék, te vagy az Pistike? Igen, én vagyok. Add apádat a telefonhoz. Nem tudom a pucikámat adni, fönn van a padláson két tűzoltóval. Jó, van akkor a dédesanyádat. Őt sem tudom a telefonhoz adni, lent van a pincébe három rendőrre. Ez a te jó Isten, mi van nálatok? Engem keresnek. De az se semmi, amikor így Zolika hazamegy a suliba, azt mondja a nagypaterjának. Azt mondja, nézd nagypater, mi történt vele, megmerevedett az ujja. Azt mondja, mit csinál? Nem tudom, ilyen merev azt így áll. A mutató ujjam. Aztán mi a nyavajától? A kémia órán kísérleteztünk, valami rácsöppent az ujjamra, azt azóta így áll. Na ide figyelj, kis unokám, a uram bemész a suliba. Adok neked egy nagy üveget. Hozzá már nekem a kozanyagot. Hogy kapsz tőlem 100 forintot. Zolika másnap átadta az anyagot, eltelt egy hét, két hét, egy hónap, oda megy a nagyapjához, azt mondja, nagyfa, te ne szórakozz már velem, hoztam neked abból az anyagból, amitől merev lett az ujjam. És azt ígérted, hogy majd az 100 forintot. De ne haragudj, kis unokám, bocsáss meg, elfelejtettem, itt van egy 1000-es. 1000 forint, hát azt mondtam, csak 100-at adsz. Megkerestek, hülye kérdésekkel persze, újságírók, riporterek. Művész úr, mi a véleménye a magyar közbiztonság helyzetéről, ha mondjuk egy grafikonon kéne ábrázolni 0-tól 100-ig, akkor hová rajzolná? Mondom, egy másik grafikon, ami 0-tól mínusz 100-ig terjed. De ennyire rossz a vélemény a közbiztonságról? Ha ne hülyéskedjetek, már menjetek ki az utcára. A pisztolygolyónál gyorsabbak nem vagytok. Nem vagytok.
illetve tőlem, hogy ilyen körülmények között kiengedném az anyósomat egy fradi meccsre. De hogy engedném, vitetném. Nem kaszatunk. Beültetném az ődek közé a kemény magozod a kapu mögé. Csak otthon mondanám még neki, anyuka, legyen már fel azt a lila-fehér blúzt. Olyan jól áll magának. Hát egy darabig biztos. Na, Hellennek ilyen nagy lelke van, rögtön azt mondta, nem kell mindig az anyós viccekkel szórakozni, mindig el vagyok keseredve, mondta Tomika. Egész éjjel az anyósommal húzakodtam, az a szerencsétlen asszony ki akart ugrani a harmadik emeleten az ablakból. Még a gondokot is föl kellett hívni. Mondom, a gondokot miért? Nem nyílt az ablak. Egyébként az anyósom minden karácsonykor, amióta házasok vagyunk, több mint 40 éve, nem semmi. 40 éve, amikor az én haverom 30 éve volt házas, akkor ünnepeltük a házasság évfordulót, mondtam neki, van-e szép, 30 év, sose gondoltatok válásra? A válásra nem, de gyilkosságra már igen. Na szóval, az anyósom több mint 40 éve minden karácsonykor eljön hozzánk. Idén beengedjük. Szóval elég az hozzá, hogy kérdéseket tesznek fel időnként, ami hát ilyen zavaró is lehet. Most legutóbb a nők lapjától kérem, a nők lapját. Mi a véleménye arról, a művész úr kérdezte egy újságíró nő, nem mondom a nevét, Vadon Zsuzsa. Hogyha a hölgyek ilyen szépészeti műtéteket hajtatnak végre magukon, hogy elmennek plasztikai sebészetre, mondom, nem szeretem, mindenki vállalja önmagát, nem kellenek ezek a műdolgok. Isten őri. Van egy kolléganőm, az annyiszor varratta fel az arcát, hogy már szájában kacsi. Annál inkább nem szeretem, mert hallottam egy esetet, nevezetesen, hogy egy hölgy elégedetlen volt a kebleivel. És megkérdezte a plasztikai sebészt, hogy milyen lehetőségek vannak. És az orvos elmondta, hogy nézze, hogy hölgyem, van egy lehetőség, valójában két szilikont ültetünk be, amerikai szilikon, nagyon jó minőségű, de nagyon drága. Van egy bolgár szilikon, azt nem javaslom, mert kecskéről vették le. Viszont van egy magyar találmány aránylag olcsó. Valójában két lufit ültetünk be, hónajban ellátjuk szereppel, és ő azt akarja, hogy szebben álljanak a keblei, elég néhányszor nincsenek. Hát a hölgy ezt választotta. Műtét után két héttel ment a körúton is, hogy kíváncsi volt, hogy milyen hatással van a férfiakra, és hogy oda pattant egy kasas elé az utcán, hogy ne haragudjon, uram, hogy megszólítom, nem ismerjük mi egymást valahonnan, mire a pasas, dehogy nem hölgyem, a klinikáról éves. És nézzenek a baba arcomba, ez így van, ahogy mondom, és én ezt jó ideje tudom. Hölgyeim! Önök soha nem fognak megöregedni. Ezt higgyék el nekem. Ezt én 1986 óta tudom, akkor még nem a mikroszkóp színpadon játszottam, hanem a Józsefvárosi Színházban, és ott volt egy színdarab, forgó színpaddal játszottuk, az volt a címe, és 14 idős színésznő játszott benne, de olyanok, mint a Percel Szita, a Meseautó főszereplője, és a Lukács Margit, és köztük a 86 éves Pártos Erzsike, maga 1 méter 50 centiével, mindig jókedvű volt, kedves, aranyos, nagyon szerettük őt. Föl volt építve ilyen jó 2,5 méter magas dobogó, lépcső jobb oldalt, lépcső bal oldalt, Erzsike hol jött le középül. Gondolják el, ez a 86 éves idős színésztől ez van 2,5 méter magasról, hátára esett, hogy szegény nyekkent egyet, azt mondjuk vége van. Mivel hozzám esett a legközelebbi, lehajoltam, óvatosan fölemeltem a fejét, kinyitottam a szemeit, rám nézett, és azt mondta, Péterkém, itt fekszem egy fél órája, és még nem vagy rajta. Mondom, Erzsike, sose fogsz megöregedni. Na de ez semmi. Bejött egyszer a színházba szokóban, nem tudtuk elképzelni, mi baja van. Rögtön oda mentem hozzám, mondom, Erzsike, te mindig vidám vagy, mindig nevetni szoktál, mi ez a szomorúság? Azt mondta, olyan durvák és gonoszok az emberek. Szóval képzeld el, mi történt velem. Álltam egy kirakat előtt, néztem a cipőket. Egyszer csak valaki egy marha nagyot rávágott a vállamra, megfordultam. Ott állt egy 2 méter magas férfi, és azt mondta, miért áll elém a kirakatnál maga vén kurva? Ha nem látok magától semmit. Mondtam, ez szörnyű. És te mit mondtál neki? És
És akkor a 86 éves Pártus Erzsébet megfordultam, ránéztem a pasasra, rákacsintottam, kurvát mondott, uram, a maga lát bennem valamit. Nem fognak megöregetni, higgyék el. De azért azt is elmondom, hogy miért beszélek én ilyenekről, miért ilyen történeteket mondok el önöknek, holott a mikroszkóp színpad valójában politikai kabaré. A világ is ezt szeretnék politizálni, és hogy miért nem? Elmondok egy tanmesét, tessék figyelni és megtanulni. Egy szép napon, hol volt, hol nem volt, Samuka odament az apukájához, és azt kérdezte tőle, egy apucikám, mi ez a politikai Magyarországon, az ember már megőrült tőle, hogy a rádióban, televízióban már színész alig van, csak politikus reggeltől estig, hogy a Gyurcsány, meg az Orbán, meg a Pokorni, meg a Navracsics, meg a Fenetol Egybai, mi ez az egész? Ide figyelj kisfiam, elmondom én neked, hogy mi az a politikai Magyarországhoz. Figyeljetek, tanuljátok meg ti is. Azt mondta apukája Samukának, hogy fiam, ugye már én vagyok a tőkés, tehát én keresem a pénzt. Az anyát költi el, ő a kormány. A cselédlányunk az a munkásosztály. Samuka, te vagy a jövő, a kisöcséd az meg a nép. Ezzel Samu lefeküdt aludni. Éjjel arra ébredt, hogy a kisöccse becsinál. Rohant a szülők szobájába, hogy jelentse a bajt. Ott találta az anyukáját, aki mélyen aludt. Bement a cselédlány szobájába. Ott találta az apukáját. Hát az bizony nem aludt. Samuka reggel odament az apjához, és azt mondta, apucikám, én most már tudom, mi Magyarországon a politika. Na mi az, kisfiam? Amíg a kormány mélyen alszik, addig a tőkés izégeti a munkásosztályt, a jövővel nem törődik senki, a népnek le van szar. Alászolg Istenem, sajom, hol volt, hogy hál' Isten hetek óta nem láttam, mesélje. Szilvás Váragombóc, Szilvás, feleségem imádja Szilvás Váragombóc. Az enyém meg a Szilvás Gombóc, Istenem, sajom, hát egyszer össze kéne hozni az asszonyokat. Ne kezdj a hülyeségeim, ne kezdj a maromságot, még egyszer kezdtünk beszélni. Ideges. Persze, hogy ideges vagyok, Szilvás Váragombóc egy helység, Várad. Nagyszerűen lehet pihenni, Várad. Jó, hát ott még lehet benne lekvár, ösmeri a gyerekben, csak enyém a bár. Tiért, mondja sajó maga volt gyerek, gyönyörű gyerek lehet. Én szerintem hülyen, mint az a kócos. Figyelj ide, remekül lehet pihenni, lehet étkezni. Nemzetközi konyha van az étteremben. Igen. Tudja, hogy a feleségemben mi az arab konyhát kedvelj? Nem tudtam se. Hát bizony. Nem tudtam. Tudja, mit rendelt a nejem a múlt? Mit rendelt a nagysasszony? Kuszkuszt. Rögtön kettőt? Milyen kettőt, maga idiót, tehát a kuszkusz ez egy arab étel, olyan nincs egy kusz. Hát dehogy nem, az egy kusz a kis adag, a kuszkusz a nagy adag, a kuszkusz kusz. Ideig hulladás, hogy hulladnál egy koronyban is. Tudja, hogy én mit rendem? Na erre is kíváncsi lennék, sajok, amit rendel. Kértem, hogy hozzanak nekem egy arab pitát. Pitát? Arab pitát. Ezt rendelte és hoztam. Én egy jó pitája gyalog elmennék Pestről Váci. Nem kell sajó, nem kell. Én még mindig a Rákóczi télre járok. Esküszöm maga végül, fogadni merni maga még nem látott arab pitát. Kétségkívül, arab pita nincs arra. Én még mindig a számban érzem az ízt. Na meséljen sajó, meséljen. Maga végül, maga nem tudja mi az a pita. Én ne tudnám, hogy gyerekem van mind más pitától. Na most már tényleg marsolják. Holnap eljön? Szórakozunk. Egyébként ott Szilvás Váradon volt két angol arisztokrata hölgy vendégünk. Igen. Csináltam is róluk fotót meg. Na, Mutika. Nézze meg. Mutika. Itt a jobb szélen ezt a hölgyet. Látja, a feleségem mellett áll. Úgy hívják, hogy Miranda. Hát ami igaz, az igaz. Már így a maga felesége mellett nem is látszik olyan randán. Na most nézze meg sajnos. Adja végén a feleségét. Láttam, dedikálta a két hölgy a fotót, alá jutott. Rá volt írva, Ladi Miranda, meg valami Ladi Victoria. Ladi az eszetokja, mi az a Ladi? Az Lady. Még közben nevet változtat? Nem. Úgy írják, hogy Ladi, de Lady-nek. Jó, hát Y-nal olvasni meg. Fogalma nincs, műveletlen. Ladi. Úgy írják, hogy Ladi. Egyébként el akartam vinni a két hölgyet múlt vasárnap egy kicsit csónakázni. De sajnos nem tudtunk.
Hát a Ladiknak lyukas volt a fenéke. Sajon, maga ezt nem tudta? Mi? Hát a Ladiknak lyukas a fenéke. Honnan tudom? Másképp kérdezem, nem is helytettem? Nem, előző nap fölpattantam az egyikre, de akkor még nem volt lyukas. Nem lehet, hogy csak elkerült a figyelmét. Értek én a Ladikhoz az apám, hajóács. Hát rögtön gondoltam, hogy nem anatómiai professzor. Na már, Sajon, ha legközelebb találkozik egy baronesszel, egy csinos baronesszel, ne legyen meglepve. Az is Lukas, jó? Ne szórakozzon, mert van nekem épp elég. Meséljen, Sajon. Idefelé jövett defektet kaptam. Igen? Kitől? Kitől maga? Ugye a gumit kapott defektet, a gumit. Pedig Michelin gumit használok. Maga milyen gumit használ? Peperézzük. Nem régen rakadtam fel rá a nyári gumit. Rakadtam? Igen. Egy évben kétszer cserélek gumit. Igen? Miért maga egy évben hányszor cserél gumit? Nekem egy gumi elég három évig. A gyógyszer sem minden. Mondom, épp most rakadtam fel a nyári gumit. Kivel? Megpróbáltam én is, de sajnos ügyetlen vagyok. Jobb lesz szakértőre bízta. Szakértőre bízta? Remélem, csinos volt a kis szakértő. A holacsek gumis, ekkora bajsza van. Bajsza van? Igen. És holacsek? Én ezt nem tudtam magáról, Sajon, nem tudtam. Ne szórakozzon velem, hát ebből égen, ez a szakmája. Igen. Mielőtt felraktak, előtte még föl is fújtak. A fel, a biztos. Azért fújtak fel, hogy nem Lukas-e. És? Ha hiszi, hanem a jogutkorában, hogy mutatom, hogy ekkora luk volt a gumimon. Mekkora? Ekkora luk. Akkor most már tudom, miért nagy családos maga. A marsnél. Holnap bejön, Sajon? Magának fogalma nincs a mai felgyorsult modern világ. Hogy nekem nincs, ugyan? Ezt mondja nekem, hogy nekem nincs. Mondja, Hacsek! Tessék! Van magának foxa? Mi ez az indiszkréció, Sajon? Azt szeretném tudni, szokott-e foxolni? Néha napján még előfordulja. Egyáltalán tudja, mi az a fax? Hogy, de szép emlékeim vannak. Látom, megint valami hülyeség jár az eszében. Na figyelj, de elmagyarázom magának, hogyan kell faxolni. Na, ugye már maga Debrecen. Igen. Édesen nyolt él. Igen. Na, tegyük fel, maga Debrecenben van az anyukájánál. Igen. A felesége, ő nagysága, meg otthon Pesten. Na, eddig jó a történet. Igen. És tegyük fel, hogy valami fontos üzennivalója van. Micsoda? Teljesen mindegy, most figyelj. Igen. Bekopogja a számítógépbe. Igen. Megnyom egy gombot. Igen. És egy másodperc múlva a maga faxa, ő nagysága kezében. Sajon, várjam már! Ennek szaladjunk már neki még egyszer! Na, maga azt mondta nekem, hogy én Debrecenben vagyok? Igen, ezt mondta meg. A feleségem meg Budapesten? Sajon, az az érzésem maga túlértékelt az én foxomat. Most már tényleg marcs ki, hagyjon a baromságaimat, én hülye. Maga feleségének egyszer lovaszokrot fognak állítani, hogy ennyi évig kibírta magát. Az lehet, és én leszek a lom. Így az én drága arany feleségemről. Épp most volt a házasság évfordulom. Hányad? Istenem, 60. Istenem. 60. 60. Ne beszél már hülyeséget. Ott voltam az esküvőjükön, 30 éve házasok. Hát a háborús évek duplán számítanak. És? Vett valamit a feleségét? Hogy vettem? Sajon nem fogja elhinni. Megleptem a feleségem. Megleptem. Mivel? Nem vettem neki semmit. Ha látta volna, hogy meg volt lepődve. Na nem, magának kell látnod. Na jöjjön. Tudja, mit vettem neki? Most figyeljen. Vettem neki egy komandót. Mit ne? Komandó, szép, sejem, köpönyeg, amit a japán nők hordanak. Azt vettem neki. A barom az nem komandó, hanem kimono. És azt hordják a japán gésák. Nem a nők hordják. Dehogy nem, de a gésa, gésa az nő. Ki? A gésa? Nem. Mondjon már hülyeséget, ott van Pesten a hentes gyerek, a Steiner Gésa. Hát akkor a bajuszom van, mint a maga feleségének. Hagyja békén a feleségemet, ütöd. A Steiner gyerek, mert nem Gésa, hanem Géza. Jó, mert pöfe egy kicsit. Na, de egyébként mondja Sajonkám, a hentesnek van kommandója? Nincs, mert a kommandó az egy osztag. Ös, mert aratásnál csinálja. Az meg az asztag, te barom. Hát ez és mit keresod a Steiner Géza? Semmi. De várjon, a kommandó
kapusnak. Van kimonója? Nincs. Hát akkor elég nehéz lehet megkülönböztetni őket, hogy ne legyen közöttük egyetlen ilyen bajuszos gézus. Biztos látok már komandósok a fény hülye. Ilyen sísapka van rajtuk. Mi van rajtuk? Sísapka. Ja, hogy sísapka van rajtuk. Sajó, akkor azok nem japánok. Sísapka? Norvégok. Fjordulj föl, fény hülye. Tudja, mi van a kommandósok? Én már meg sem merem kérdezni, mi van a kommandósoknál. Tudni akarja, a kommandósoknál fuzika. A buzi... Fuzi. Maga így mond, és hányan? Hát mit tudom én, nyilván sok. Sok. Hát, gondoljuk bele, Sajó. Hát össze van zárolt az a sok férfi ember. Egymás előtt mászkálnak a szexis kimonók. Érthetők, hogy ilyen. Uziket beszél maga vén marha. Látod már maga uzi? Hogy, na, múltkor strandon volt. Na ezt hallgassa meg, Sajó. Éppen zuhanyoztam, lejtettem a szappanomat, lehajoltam érte. Hát rögtön mögöttem volt egy kommandós, ja. Még a sínsapkáját is levetettem. És volt nála fegyver? Szerintem csőbe volt tönt. Uzino. Megmernék rá esküdni, Sajunk. Tudja maga, véhülyet maga fel se ismered. Uzino nem tudja, mi az a géppisztoly. Jaj, ne izgassa már magát, Sajunk, amikor még azt mesél, hogy merre nyaraltak júniusban. Olyan helyen, ahol maga a büdös életben. A büdös életben nem jut. Mi, hol voltam? Spanyolország. Valami csodálatos, az a Madrid, az a Barcelona, jó, így de szép. De nekem érdekes módon, tudja, mi tetszett a legjobban? Mi tetszett? Sevilla. Micsoda? Mondom, Sevilla. És akkor mivel jöttek? Hogy, hogy mivel lettünk, de állat. Most mondja, hogy Sevilla. Igen. Sekonai, Setányi, Sefohai, mondja, spanyolba mindenki sejtét. Valaki nem lehet ekkora hülye. Hát Sevilla az egy város. A maga még nem hallott a sevillai borbéról. Én csak a magyar duszai bordét ismerem, de a feleségem letörni a derekam, ha ilyen helyre járnék. De Sevillában nem bordé van, hanem bordé. Jó, de mire ezt én megmagyarázom, a feleségemnek az én derekam már le van törve. Tudja, hogy mit csináltam egész nap a spanyol tengerparton? Mit csinált a spanyol tengerparton? Na mesélje, mit csinált a tengerparton? Egész nap csak windsurfingelte. Bocsánat. Mit csinált? Windsurfing. Akkor jól hallottam. Mondja, Sajó! Hát azt idehaza nem lehet. Hát nem mondja már nekem, hogy olyan hülye, hogy nem tudja, mi az a windsurfing. Hogy ne tudnám? Csak nálunk otthon ez nem beszédtéma. Látom, megint valami hülyeség jár a fejében. Figyelj ide, elmagyarázom magának, hogy hogyan kell windsurfingelni. Hát talán most nem kéne, azért most azért talán. Elmondom, figyelj, tanulja meg! Először is ugyebár... Rágugolok a deszkát. Rágugol? Igen. Gondolom csak idegen helyen ilyen finnyás. Szóval ott gubbasztok a deszkán, és várom a szenet. Gondolom nem kell sokat várni. Nézd, ez attól függ. Na már most, amikor érzem, hogy jön a szél, jó erősen megkapasztok. Anyám. Nagyon fontos, ha jön a szél, nem szabad elengedni. Nem enged ilyen, Sajó, nem egészséges. Hallgasson rám, Sajó, nem egészséges. Hát nézze, van úgy, hogy nem bírom tartani. Jó, és emberek vagyunk rá. Hát persze, akkor sincs nagy baj, ha elengedem. Nincs, kinni. Kicsit sedem, de egyébként semmi. Mondja, Sajó, mit szóltak hozzá a többiek? Hogy maga egész nap csak Fincher Finkelt ad neki. Hogy mit szóltak, hát mindenki ezt csinálta. Na nem. Ha hiszi, ha nem, még versenyt is rendeztünk. Na nem. Nem volt nagyon egyhangú a koszt. Képzelem mekkora szélügyi havertet ott Spanyolországot, egy jó Isten. Van kedve egy hülyéskedni? Van kedve viccelődni? Most olvasom az újságban, Írországban megint robbangattak. Jujuj, ki durrangat? Az ira. Kicsoda? Nem mondja, hogy olyan hülye, hogy nem tudja, mi az az ira. Hogy ne tudnám? Remek szélhajtó. Na ezt hallgassa meg, jöjjön minden Sajó. Ezt akartam magának elmesélni. Ha legközelebb indul egy ilyen windsurfing verseny, igyon meg egy jó nagy üveg Mira vizet ezt a... Lehet, hogy ez dopingnak számít. Hát a barom, aki robbangat, az nem Mira, hanem az az Ira. Az Ira, az egy terrorszervezet. Elég annyit mondok magának, hogy Belfast. Nekem elég. De mondd
mintha egy kicsit mostatlan szájú lenne Sajókám. Miért? A Delfoszt az egy város, nem? Már meg sem merem kérdezni, mi a testvérváros, a Picundon? Tényleg ne szórakozzunk velem, értse meg, elmagyarázom. Igen. Az IRA az egy terrorszervezet, az. Világos? Az. Ugyanolyan terrorszervezet, mint az ETA. Csak az IRA ír, az ETA meg baszk. Mi van az ETA-ban? Baszk. Megint jól hallottam. Miért maga nem tudta, hogy az ETA baszk? Hát mindig sejtettem. De egy úri ember nem szívesen beszélj egy úri asszonyról. Tehát az ETA nem egy úri asszony. Miért? Mert néha baszk. Értse már meg maga szerencsétlen, ha valaki baszk, az azt jelenti, hogy egy kisebbséghez tartozik. Ez olyan, mint a kurd. Kurd! Sajókám, ha tudni akarja, én már rég nem ez a kisebbséghez tartozom. Macski! Holnap bejön Sajókám! Hát engem rögtön megüt a buta. Na, azt még megvár! Ja. Sajó üzi a buta, nem így van.